Rekordmagas gyümölcsárak jöhetnek a nyáron a terméktanács szerint. A tavaszi fagyok, a csapadékszegény idő, valamint a koronavírus okozta ellátási és munkaügyi nehézségek miatt már most jelentősen drágult, például az alma, a barack és a cseresznye. Vannak kereskedők, akik pedig már most 2000 forintos eperről is beszélnek. Igen, ennyi lesz, köszönöm. 2680. Zöldség és gyümölcs minden választékban az egyik miskolci piacon. Áru van, az árak viszont egyre több embert gondolkodóra késztetnek. Nagyon magasak a gyümölcsárak, nagyon kevés ember tudja ezt megfizetni, és szerintem a nyugdíjasok nem tudják ezt megvásárolni. Nem tudják kifizetni ezt a 500 forintos dinnyárat, meg a 7-800 forintos, meg 1000 forintos, 1500 forintos eper, barack, cseresznyárakat. Az árusok is elismerik, hogy tavaly jóval kevesebbet kellett fizetni a gyümölcsért. A híradónk által megkérdezett kereskedők szerint elsősorban a szeszélyes időjárás miatt emelkedtek az árak. Volt tavaly 800 forintért apró eprünk, azt most 1300-ért kellett, hogy adjuk. És nem megy lejjebb sajnos, a termelők sem tudják adni. Egyrészt nagyon rossz idő volt rá, amikor kellett volna a napsütésnek lenni, akkor nem volt. Most meg ez a rengeteg eső, és most már le is fut az eper. Vége van az eper szezonnak. A koronavírus járvány a mezőgazdaságra is kihatott, sok helyről akadoztak a szállítmányok, több országban pedig az idénymunkás maradtak el. Mindez jelentősen megdrágíthatja a gyümölcsöket. Az idén lényegesen kevesebb importszamóca érkezett be, pontosan azért, mert a vírus járvány miatt a mozgatása egy ilyen nagyon gyors haromó növényfajnál gondot okozott a beszállítás. Emiatt itt az árak magasabbak voltak, de hozzáteszem, hogy a szamóca betakarítása rendkívül kézi munkaigényes, és nagyon nehezen tudták a termelők összeszedni azokat a munkavállalókat, akik a szamócát leszették. A cseresznye és a megy szezonja még csak most kezdődik, de a tavaszi fagykár semmi jót nem ígér, így várhatóan ezek a gyümölcsök is drágábbak lesznek, mint tavaly.